időben, amikor Hunyadi Mátyást királlyá koronázták, és történt ez már 5000 évnek ezelőtt. Megállj! Nem 5000, hát az rengeteg. Akkor még nem voltak királyok. Ha Mátyásról akarsz beszélni, tudnod kell, hogy 556 évvel ezelőtt koronázták. Jó, na, szóval, abban az időben, amikor Hunyadi Mátyást királlyá koronázták, és történt ez már 556 évnek ezelőtt, szóval akkor nagyon megszaporodtak a tennivalói. Külországi követeket fogadott. A király! A kincstár gyarapításán törte a fejét. De mindezek mellett sohasem feledkezett el a jó népéről. Járkált a népben, megvédelmezte a gyengét. Segített a rászorulókon, megbüntette az orcátlanságot. Nem is csoda, hogyha ilyen sok teendő mellett alig várta, hogy néha napján elszabadulhasson az ország igazgatása alól. Ilyenkor álruhába öltözött. Álruhába öltözött. Jaj, levette a koronát. És így járkált a nép között. Megkérdezte az emberektől, hogy megy dolguk. Meg azt is megkérdezte, hogy miből élnek. Aztán arra is kíváncsi volt, hogy mit csinál a falubírája meg a jegyző. De aztán jaj volt annak a falubírának vagy jegyzőnek, akit hamisságon élt, mert azt tüstén elcsapta. Ki vagy rúgva? Mindenki ki lesz rúgva. Azt bizonyé már magam sem tudom, mert akkor talán még a világon sem voltam, hanem elég az hozzá, hogy egyszer csak betérzelget. Én cigányasszony buszkójába. A cigányasszony éppen kártát vetett. Nézd, mit mond a kártya? Azt mondja, hogy első. Melyik ez? Ez bizony a piros disznó. Jaj, ez úgy jelent, Hát ez? Ah, ez a piros nyolcas. Jaj, ez úgy jelent, Hát a másik, ez meg itt a... Alsó, tök alsó. Hát még ez is úgy jelent. Öreg asszony, alsó, másik magyar nevén Bugyi. Cigányasszony, jósnő, látja ő, nem látta, hogy a Mátyás király jött be? Nem láthatta, mert a Mátyás király álruhában volt. De azt mondod, hogy jósnő, hogy látja a jövőt, ezt nem látta? Biztos ezt is látta, csak nem akarta felfedni a titkot, nehogy Mátyás király ne higgyen a jóslatnak. Milyen jóslat? Hát most következik a jóslat. Ja? Na, folytasson, Szóval... Mi állatban van, Kent? Hát én bizony csak azért jöttem, szülem, messze.
messze földről, mert úgy hallottam, hogy Kendigen nagy jós tehetséggel bír. Aztán kíváncsi volnék én is. Mi jó szerencse vagy, bal szerencse vár rám. Hát, megmondom én azt, megmondom, olyan igazán akár csak a Szentírásba olvasná. Ha nem, jöjjön csak közelebb. Még közelebb! Legközelebb! Öjj! Na, itt úracska! Gyorsan egy aranypénzt ide markomba! Ó, mentő nagyobb annál, jó? Na most, mutassa csak a tenyerecskét! Magasabbra! Másikat is! Hát ez meg micsoda? Görbe bot? Nem az, hanem az ott rajta. Ja, ez! Hát ez bizony akasztott ember újja, uracska. Hogy kerül az kerthez? Hát ez bizony én még a megboldogult öreganyámtól kaptam örökségbe, aki bizony legnagyobb jövendőmondó volt Kerekeföldön, szert igaz? Na de, mutass a tenyerecskét! Magasabbra! Na most nézzen arra előre, most meg nem mozduljon, így maradjon itt, ameddig vissza rám jövök. Fókusz, fókusz, itt belát, aki vakasz nem lát, aki süket nem hal, okos embernek van esze. És elment a pénzzel. Megállt! Történik! Bába! Bába! Működik! Te! Kukától! Thank you.
Mert még nem hazudott a jövendől is. Na majd meglátja. Holnap van a nemen napja. Az Isten áldjon! Isten áldjon! No, hát akkor itt a vége, fuss el, véle. Mit csinálsz? Hát meghajolok, hogy tapsolj, hát vége van. Hát még nincs vége. Hát dehogy nem, most mondta a cigányasszony, hogy másnap meghal a király. Oda az igazság. Másnap. De addig még elmehet lopni. Tehát elmegy lopni, és nem hal meg. Hát ezt nem tudjuk, de most következik. Tehát akkor elmegy lopni. Nézzük. Gondolkodott Mátyás király, hogy hogyan is mehetne lopni, mivel azt ő még sohasem csinálta. Hát, egyszerűen hozatott magának egy öltözött, kopott bakaruhát, azt felvette, aztán kiszökött a kastélyból. De úgy, hogy senki észre ne vegye. Jött, ment, járta az utcákat, benézett minden kerítésen, hogy hátad akad valami cimbora, akivel elmehetne lopni. De nem akadt. Aztán benézett minden kurta kocsmába, hogy majd csak találkozik valakivel, aki megmutatja, hogyan kell lopni, de nem találkozott. Ahogy így jött, ment, egyszer csak betévedt egy kurta kocsmába, ott idogált egymagában egy búslakodó baka. Zsákot! Meg! Köpi! Dolgom is van! No, no! Mondom, fizetek egyet!
Hát jó van, komám, ha te fizesz nekem egyet, akkor már holnap megadom az adósságot. De holnap már nekem is lesz annyi pénzem, mint a perra. No. Hát holnap lesz? Hanem azt mondja, hogy néha napján szegény ember is hozzájut egy kis extra keresethez. No, hát hogy? Aztán segítesz, akkor megmondom. Lehet, hogy neked is jött belőle valami. No, hát te lopni mész, hát jövök! Jó, fizessél, aztán gyerünk. No. Ez a miniszter úrnak a háza. Innen akarsz lopni? Igen. Innen? Innen. Sákot! De ha, hogy akarsz bemászni a falon, az ablakon? Hát, így. Így. Így! Ja, így! Na, gyere! Sákot! Ott kell a miniszter! Meglő! Nem ott az, amit viszont nem jövök. Ne ereszkes!
Rájöttél velem? Ssss! A Mátyás király nevelapja. Igen, igen, tudom. Na, szóval arra gondoltam, asszony, hogy főzöl neki egy jó, erős kávét. Jaj, hát ez a természetes. Jól van. Jó éjszakát, kedves feleségem. Jó éjszakát, kedves férjem. Asszony, ébredj már! Mi történt már megint? Aludj itt már, kent! Asszony, egy szép aranyszincsában tálaljuk ő feleségének a kávét. Én magam fogom neki átadni. Jól van, kedves uram. Minden úgy lesz, ahogy parancsolja. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jaj! Jaj! Nem bírok aludni, ez meg horcsog itt, mint a macska. Nem való ez királynénak, leszek én! Én lehetnék a leghatalmasabb ember az országban. Nem ismer más tennem, mint hogy Mátyás király nefenapján ajándékba viszek neki egy kávés fincsát. Jó erős kávét főzhetek bele az asszonnyal. Kitöltjük neki abba a fincsába. Aztán bele egy kis mérget. Ő meghal, aztán én leszek a király. Na, jó éjszakát, kedves saját magam! Szolgálat. Az Alexander, 15. kompánia, 3. szuk.
Bemész kaska zárnába. Másik tartó balra. Másik tartó balra. Megfordul. Mész egy kapcsú folyosó. Sok gyereket nem látsz, ott hirtelen megint balra fordulsz, na azt jó, hát akkor a Isten át. Ja, Isten át. Aztán te miért nem indulsz? Álmodott, igen, bántam meg valami. Ugyan mi bánt? Hát, ha tudnék segíteni valamit. Aj, nem, te eszető való az. Hogy tud már arra segíteni, amikor magában Mátyás királyok van szó. Mi dolgod van neked a Mátyás királya? Hát csak annyi, hogy el akarok veszíteni a mi jó édes királyokat. Ma hogy akarnák elveszíteni, mikor annak egy Máti baja sincs? Na, hát ezért gondolom, hogy nem a te eszető való az. Mert te azt hiszed, hogy aki máma még nem érhet semmi baj, az holnap nem is lehet megölni, vagy megvérgezni. Honnan beszélek te ezeket? Hallottam, amikor bent voltam, hogy mondta a miniszter úr a feleségének, holnap Mátyás király nevenapján visznek neki olyan népbe egy ilyen aranyfincsát adni, abban főznek egy jó ötös kávét, és abban olyan erős mérget tesznek, hogyha Mátyás király megiszi, hát mindjárt meghal tőle. Na, ezért gondolom, hogy nem a te eszedő való az. Aztán én meg tudom, hogy el akarják ölni, azt mégse segíthetek rajta, mert ma este még rafatlasan nyelethetem magamat, meg aztán úgy is csak azt mondanám, hogy hát, én szegény szóba vagyok, katona, baka, mégis a miniszter úrának adnálom majd igazat, és nem tudok segíteni Mátyás királyom. Szegény Mátyás király! Mert aminek meg kell lenni, annak meg kell lenni. Isten áldjon!
Piros kis köszöntőben üdvözölsz engem. Állával tartozom. Ne tudja mit? Mivel ma van a nevem napja, hát már a cserjük. Így van, az én fincsámban az én egészségemre, én meg viszont magára, maga egészségére. Jó, hát köszönjük van. Hát azért most mégsem állom, szóval léptem neve. De tudja, a király neve napján a király kívánságát mindenki köteles teljesíteni. Hát, ne is vonakodjon! Jaj, látom, fősvédes uham, hát elszkedt a kezem a nagy jóságtól, amivel irántam fogy. Nem attól remeg a kezed, te miniszter, hanem a gonoszságtól, amivel engem megmérgezni akartál. Tűnj a szemem elől. Őrség! Igenis! Vigyétek innen ezt a méregkeverőt. Jaj! Nincs rám, basszom már! Jó! Főséges után! Hallgasson meg! Őrség! Igenis! Most pedig hozzassátok ide az Alexanderok 15. kompániájában a harmadik cukból való Kovács János. Kit? Honnan? Bemész a nagykaszára. Második ajtó jobbra fordulsz. Ott mész, áthúz egy könyv alatt. Ott hirtelen balra fordulsz. Mész két lépést, megint balra fordulsz. Látsz egy hosszú folyosót. Azon, mikor végigmész, sok gyerek, ott hirtelen megint balra, és szedd a lábad, amíg oda nem érsz. Ja, itt volna egy felséges utam. Kovács János? Jelentem Balázsnak, azt mondom. Kedd az éjszaka lopott. Jelentem Balázsnak, igen, soktam. Hát? Honnan lopott kell? Hát a főminiszter úrnak az előszobájából. Hát, mit lopott kell? Egy hajlott? Oh. Hát, királyból kell dobni. Jelenti Balázs egyedül. Micsoda? Biztos ebben? Hát, olyan biztos, mint hogy itt áll. Még most is azt mondja? Fölséges uram, hát nem tudtam. Hát, miért is a királyom? Állapában volt, nem tudtam. Jó, kegyelmet. Édesfiam, bebizonyítottad, hogy szereted a királyodat, és a lopásban voltál, és megmentetted előttem. Ezért én neked megkegyelmezek, egy föltétellel, hogy amit lopsz, visszaviszed, és soha többet nem lopsz. Megígér, felséges király, viszem, már viszem is, tudom, hol van elhetet, itt van, már viszem, az Isten áll. Őrség! Igen! Most pedig a javas asszony kérem. Kit? Ja, hozom, hozom! Jaj, főséges királyom! Hát, miért hívatok? Isten jó nap, füle! Ó, vagy Isten! Meg szeretném hálálni, hogy megmentette az életet. Ezért fogadja el ezt a leszényel anyát, és soha többet ne kelljen szükszörködnie. Jaj, köszönöm, felséges úr! Ragyogtassa fel a csillagodat olyan magasra, kegyelmes Úristenünk, amilyen magas volt csak lehet. Hát jósolna én nekem nevem napján is. Jósolok én, fiatal úr, jósolok, de most nem a tenyeredből jósolok, hanem csak így a szívemből, mert tudja meg mindenki, hogy míg magyar ember él a földön, addig nevedet mindig csak úgy fogják emlegetni, hogy Mátyás az igazságos. Bizonyára meg is hallgatta a jóisten a cigányasszony kívánságát, mert Mátyásnak dicsőséges nagy hatalmat adott, akkorát, amekkorát emberfia el nem képzelhet magának.
Azóta sem feledték el, hogy élt valaha egy király, akit mindenki csak úgy hívott, hogy Mátyás az igazságos. Ne felejtsétek el ti sem.